jók voltak a tavalyi alapanyagok, nem volt könnyű év, mert ugye nagyon magasak voltak a musfokok, savak nagyon a határon voltak, tehát nagyon nehéz ilyenkor, hogy is mondjam, hogy egészséges maradjon a bor, hosszú, mert ilyen hosszabb az eredési idő, hogy végig egészségesen levezényen az eredés, az egy kicsit nehezebb volt, de nagyon jók lettek a borok, tehát sikerült egészségesen megőrizni őket. Beneveztünk Bordóba és Brüsszelbe is borokat, és két ezüstérmet nyertünk Brüsszelbe, és meg kettő Bordóba, egy Kámba elküldtem az egyik hozzánkat, az ezüstérmes lett. Tehát ilyen ezüstös év volt, meg hát az országos borraversenyen is nyertünk két aranyérmet, úgyhogy azt mondom, hogy ezek a 17-es, meg ugye a Rozier 18-as volt, de csak így megteszteltem, hogy milyenek a 17-es borok, de hát még nagyon fiatalok. Most 16-os borok vannak úgy abban a stádiumban, hogy azokból tudtam házasítani mind a kettő, meg 17-es a Mókamester, úgyhogy azokat folytatjuk tovább. És akkor viszünk a tavalyi rozékból, meg várhatóan kész lesz addigra az új Nero rozé is, tehát ezek lesznek ugye a könnyedebb borok, és akkor viszünk Kadarkát, kékfrankost, és akkor kavernéket is, vagy Sauvignon-t és Franc-t is viszünk, akkor a patikáris kövét, és nagyon jó szerepelt a Semmelweis Egyetem bora lett a patikáris kövét 17-es évjárat, úgyhogy nagyon, tehát az is országos aranyérmes is lett, meg Bordóba lett ezüstérmes, tehát azt is kivisszük, tehát hogy megmutassuk, mert csak azt tudja megkóstolni, hogy eljön a pincébe, hanem aki oda eljön a fesztiválhoz, és találkozzon vele.